Február elején Orbán Viktor személyesen találkozott Vlagyimir Putyinnal, és együtt jelentették be, hogy Magyarország 2036-ig szóló gázszállítási szerződést köt Oroszországgal. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy ezzel sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ha van orosz gáz, akkor van olcsó ellátás a magyar családoknak, és van rezsicsökkentés. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Két hét múlva Oroszország megtámadta Ukrajnát. A magyar kormány azonban megnyugtatott mindenkit, hogy amíg ők vannak hatalmon, addig lesz olcsó orosz gáz, és a rezsicsökkentés sincs veszélyben. A választások után viszont derült égből villámcsapásként jött az új rezsiszámítási rendszer bejelentése. Kiderült, hogy ősztől több százezer fogyasztó a korábbi gázár hétszeresét, az áramának pedig a dupláját fogja fizetni. Miért emelték ennyire drasztikusan az árakat? Miért szabta át a Fidesz a rezsicsökkentést, mivel évek óta kampányol? Mi változott Orbán februári bejelentése óta? Tényleg csak a háború és a brüsszeli szankciók a hibásak, és ha vannak is külső körülmények, tényleg indokolta a hétszeres emelés. Főleg úgy, hogy továbbra is jön a földgáz Oroszországból. A válaszokért nézzük meg, honnan is indult a rezsicsökkentésnek nevezett program. A 90-es években a szocialista kormány ideje alatt eladták a közműszolgáltatást. A külföldi cégeknek extra profitot garantálnak. A gáz és a villanyára elszabadul, amit a magyar családok fizetnek meg. Elég. A kormány 10%-kal csökkenti a gáz, a víz és az áramárát. Ebből nem engedünk. Megvédjük a rezsicsökkentést. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Magyarországon a földgázért és az áramért a rendszerváltás óta hatósági árakat fizetünk. Ez az áram esetében még egy kisebb gond, mivel Magyarország meg tudja termelni magának az áramot. Földgázból viszont importra szorulunk, vagyis mindig ki vagyunk szolgáltatva a világpiaci áraknak. Ez azért probléma, mert a hazai piacon tud alacsonyabb árat szabni a kormány, legyen szó benzinről, csirkefarhátról vagy akár a gázról, viszont az orosz tulajdonú Gazpromnak nem tudja előírni, hogy csökkentett áron szállítson gáz Magyarországra. Vagyis az importgázért az energiaszolgáltatóknak, például a magyar villamosműveknek mindenképpen az oroszok által kért árat kell fizetnie, hogyha a kormány által megszabott lakossági ár ennél alacsonyabb, akkor az MVM beszerzési ár alatt kell, hogy eladja a gázt a fogyasztóknak, vagyis ráfizetéses lesz. Emiatt a kormányok korábban általában igyekeztek a világpiaci árhoz igazítani a hatósági gázárakat. Az Orbán kormány hatalomra jutásakor, a 2010-es évek elején ugyan már csökkenőben volt a világpiaci gázár, ennek ellenére a magyar családok a jövedelmeikhez képest az egyik legmagasabb áram- és villanyszámlákat fizették Európában. 2011-ben a második Orbán kormány már be is ígért egy sávos számlázást. Ebben a tervben 7 sáv szerepelt, a legalacsonyabb árat azok fizették volna, akik évi 1200 köbméternél kevesebb gáz fogyasztanak. Ezután jött volna 1500, 2000 és egészen 3000 köbméterig egy újabb sáv, egyre nagyobb felárral, miközben a rászorulók kedvezményeket kaptak volna. Emellett az elképzelés mellett szólt az, hogy ezzel az embereket az ingatlanok korszerűsítésére, illetve a gázzal való takarékoskodásra lehetett volna ösztönözni, és hosszú távon országszinten lehetett volna csökkenteni a gázfogyasztást. Tervben volt a távhőszolgáltatások megreformálása is, a parlament fel is kérte a kormányt arra, hogy dolgozzon ki egy ilyen tervet. Bár Európa több országában ez a gyakorlat, és több elemző is támogatta, a terv végül nem valósult meg, és a távhő reformjából sem lett semmi. A probléma az volt, hogy a sávos számlázás nem egy jó politikai termék. Amikor például 2012-ben bejelentettek egy sávos számlázást, akkor a médiában olyan rémisztő szalagcímek jelentek meg, hogy lesz, akinek 26%-kal nő a rezsiszámlája. Ez persze akkor még csak a lakosság pár százalékát érintette volna, még több embernek pedig csökkent volna a rezsije, viszont a választások közelettével azt egy politikus se szeretné, hogy az emberek a gázáremelést kössék hozzájuk. Nem lesz lakossági gázáremelés, nem ezt mondtuk? Lett? Lett lakossági gázáremelés? Lett lakossági gázáremelés? De ez is csak a mondás volt, hogy ezt mondtuk. Akkor újra kérdezem tőle, lett a lakossági gázáremelés? Hát azt mondják, hogy igen. Ön mit állít? Nem lett lakossági gázáremelés. Köszönjük szépen. 2013-ban a kormány már teljesen lemondott a sávos árazásról, ehelyett bejelentették, hogy egységesen a fogyasztás mennyiségétől függetlenül a lakosság minden csoportjának csökkentik a hatósági árakat.
először 10%-kal, majd még két ütemben, összesen 25,2%-kal csökkentették a gázárakat, az áramárakat pedig 24,6%-kal csökkentették. Amikor a kormány meghozta ezt a döntést, akkor Holoda Attila, az energiaügyi helyettes államtitkár, aki addig a leginkább szorgalmazta a sávos számlázást, tiltakozásképpen lemondott, később ő igazságtalannak, felelőtlennek nevezte, hogy a rezsiszámlákat egységárban és nem a fogyasztás mennyisége szerint próbálják csökkenteni. Amikor megpróbáltunk kialakítani valamilyen szabályozót, akár a gázárral, akár a távhőárral, akár mással kapcsolatosan, akkor mindig jött olyan jelzés, hogy ez az irány nem jó. És ez nem feltétlenül az a érdekkör, amit ön mondott, hiszen a kormány körül sok egyéb más érdekkör is van, elsősorban az energetikában. Mint mondta, így a legtöbbet azok spórolják majd, akik a legtöbb gáz vagy áramot fogyasztják. Mi megállítjuk altáron a gázár emelkedést, majd mi annyiért adjuk, amennyiért mi gondoljuk, majd ne féljetek, majd mindenkit meg fog védeni a jóságos kormány. Egyetlen egy probléma van, ezt ki kell fizetni. Ennek ellenére a rezsicsökkentés hatalmas politikai csodafegyvernek bizonyult. Ugyanis a társadalom minden rétege láthatta, hogy csökkennek a számlái. Aki pedig esetleg nem vette volna észre, az is megtudhatta, hiszen az országot elárasztotta a rezsikampány. A 2014-es választások előtt mindent beborítottak a rezsicsökkentés reklámozó plakátok, a kormánypárti jelöltek pedig országszerte rezsicsökkentő fórumokat is tartottak. Kucsák László alpolgármester nyitotta meg a rezsicsökkentésről szóló lakossági fórumot a Kondor Béla közösségi házban. A rezsicsökkentés programja elindult ennek az évnek az elején. Jó lehet, előzményei voltak már 2010-ben, ugye az árak befagyasztásával, 2011-ben a gáz áránál a fogyasztás arányos gázár bevezetésével. Ami viszont a kampányból kimaradt, az az volt, hogy a rezsicsökkentés valójában a világpiaci gázár csökkenése tette lehetővé. Amikor ugyanis a kormány meghozta a döntést a 25%-os csökkentésről, akkor már biztosan lehetett tudni, hogy Magyarország olcsóban jut földgázhoz a világpiacról, ugyanis a termelés világszerte felfutóban volt, ráadásul az előző években hatalmas, addig ismeretlen gázkészleteket fedeztek fel Európában és a Közel-Keleten. A rezsicsökkentés, vagyis a 2013-as hatósági árazás körülbelül 9 évig volt érvényben. Ebből a 9 évből 7 év alatt a gáz világpiaci ára egységenként 5 dollár alatt volt, ami egy történelmi mélypontot jelentett. Miközben a lakossági árak körülbelül 25%-kal csökkentek, a világpiaci ár 40-50%-kal esett. Vagyis a lakosság egészen a közelmúltig valójában a beszerzési ár fölött fizetett a gázért a szolgáltatónak. Ez persze azt is jelenti, hogy az állami szolgáltatók jókora extra profitra tettek szert a hatósági árakból. De hogyan lehetséges ez, amikor minden gázszámlán ott volt a narancssárga keretes értesítő, benne tételesen kiszámolva, hogy mennyit spóroltak a fogyasztók? Úgy, hogy az értesítőben szereplő adatok egyszerűen valótlanok. A számítás végig a 2011-es piaci árat vette alapul, azt a látszatot keltve, mintha a szolgáltató végig ezen az áron venné a gázt, amit aztán olcsóbban ad el nekünk. Amikor a rezsicsökkentés elindult, akkor a Magyar Földgázkereskedő ZRT nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mennyit fizet a Magyarországra behozott orosz gázért. Az ellenzék megpróbálta kideríteni ezeket az adatokat, ez viszont csak több éves pereskedéssel sikerült. Jogerősen megnyerte az adatigénylési pert a Magyar Villamosművek gázkereskedő leánycégével szemben az MSZP frakció vezetőhelyettese. Az MVM partnernek visszamenőlegesen kell átadni a Tóth Bertalan részére azokat a szerződéseket, amelyeket a MED ZRT nevű részben offshore hátterű magáncéggel kötött. A MED Ausztria felől hozott olcsó nyugati gázt az országba az elmúlt években. Az energiahordozót az osztrák oldalon eladta az MVM partnernek, mert a két országot összekötő vezetékhez csak az állami cég férhet hozzá. Csak 2018 elején derült ki, hogy a földgázkereskedő ZRT 2013-14-ben 29 milliárd, 2016-ban pedig 50 milliárd forint profitra tett szert azzal, hogy a lakosságnak feláron adta el a világpiaci áron beszerzett gázt. Ez alapján egy háztartásnak körülbelül évi 17 ezer forintjába került a rezsicsökkentés. A helyzetet jól mutatja, hogy az E.ON, ami az utolsó piaci alapon működő gázszolgáltató volt Magyarországon, 2017-ben olcsóbban tudta adni a gázt a lakosságnak, mint az állami szolgáltató. Ugyanis az E.ON a szabad piacról szerezte be a gázt, és az európai tőzsdéken annyira lement az ár, hogy akik ezt választották, akkor sokat spórolhattak azokhoz képest, akik az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági árat fizették. Az E.ON olcsó árait Németh Szilárd rezsibiztos a kormány elleni támadásként értékelte. Az E.ON-nak meg azt javasolnám, hogy egy kicsit fogja vissza
az agarakat, ne avatkozzon be a választásokban, egyértelműen a politikai ütök kapokba, a csatába száll be, mégpedig Brüsszel mellett. Valójában az EON azt bizonyította, hogy a rezsicsökkentés ekkor már plusz terheket is rótt a lakosságra. Csökkentéssel kapcsolatos kormányzati kommunikációnak volt még egy következménye. Korábban a kormányok egy-két évente változtatták az energiaárakat, hogy kövessék a világpiacot. 2013 után viszont körülbelül 9 évre befagytak a hatósági árak. Eközben a kormány folyamatosan azt állította, hogy ők harcolták ki nekünk az alacsonyabb árakat, hogy megvédjék a pénztárcánkat. És ezt a jövőben is meg fogják tenni. A rezsicsökkentés politikáját a Fidesz még 2013-ban kezdte el, ekkor csökkentettük 25%-kal a gáz, a távhő és az elektromos áram árát. Ameddig Fidesz van kormányon, addig marad a rezsicsökkentés politikája. Ezzel az a probléma, hogy ugyan a biztonságérzetét nyújtja, hogy minden évben ugyanannyit kell fizetni a rezsiért, a kormány kommunikációjából az emberek azt szűrhették le, hogy az alacsony rezsi örökké tarthat, vagy legalábbis addig, amíg a Fidesz kormányon van. A rezsiharc örök. És ma is így van ez, és a mostani előttünk álló választáson sem lesz másképpen. Vagyunk mi, akik a rezsit csökkentettük, alacsonyan akarjuk tartani, és vannak, akik azt mondják, hogy ez észszerűtlen, hogy hagyni kell, hogy a piac szabályozza, az emberek majd fogyasztanak inkább kevesebbet, és fölmondják a liberális tankönyveket. Sajnos emiatt sokan adottságnak tekintették az alacsony rezsit, és nem modernizálták a szigetelés vagy a fűtést. A portfólió már 2020-ban figyelmeztetett arra, hogy a háztartások nincsenek felkészülve egy esetleges áremelkedésre. Ha ugyanis emelkedik a világpiaci gázár, azzal durván elszállhatnak a rezsiköltségek, ezzel pedig a szolgáltatók számára sem lesz fenntartható már a rezsicsökkentés. Eközben nem csak a lakosság, de mintha a kormány is kezdte volna elhinni a saját propagandáját, ugyanis a kormány nem nyújtott jelentősebb támogatásokat az épületek modernizációjára. Ráadásul az állami lakásvásárlási programok, például a falusi csok miatt még több család költözött régebbi, rosszul szigetelt ingatlanokba. Ezt az időzített bombát végül a Covid-járvány robbantotta be. A járvány első hulláma alatt a világgazdaság mélypontra zuhant, utána viszont rendkívül ütemben bővült, és ez a gazdaság energiaigényét is megnövelte. Tavaly szeptemberben a világpiaci gázár már a magyar hatósági ár felett járt, ezzel hatalmas veszteségeket termelt az MVM-nek, az állami gázcégnek. A gazdasági helyzet ekkor indokolta volna, hogy hozzányúljanak a rezsi árakhoz, például ismét elővegyék a sávos emelés tervét. Azonban a Fidesznek ez nem volt érdeke, mivel vészesen közeledtek a választások. Magyarország előre megy, nem hátra. A valóságban a gázárakat, mint minden egyéb gazdasági és politikai folyamatot rendkívül sok tényező határozza meg. A kereset és a kínálat rendszere, a nemzetközi kapcsolatok, a technológiák, egyéb nyersanyagok árai, valuta árfolyamok és még ezer más dolog. A Fidesz propaganda ezt egyszerűsíti le arra, hogy Brüsszel szeretné megkárosítani a magyar embereket, de jön Orbán Viktor és egyfajta misztikus módon pusztán a személyes karizmáját és hatalmát bevetve megvéd minket a magas rezsitől. Brüsszel továbbra is tagadja, hogy felelőssége lenne az elszállt energiaárak miatt. A területért felelős uniós biztos a héten úgy nyilatkozott, vizsgálják, hogy történt-e spekuláció. De szerinte az egyetlen hosszú távú megoldást a zöld, vagyis a nap és a szélenergia jelenti, amire mielőbb át kellene állnia egész Európának. Továbbra is vannak olyanok, elsősorban a gazdag nyugatiak és a Timmermans vezette bizottsági csapatok, amelyek meg akarják adóztatni a lakásokat és a gépjárműveket, fel akarják emelni az áram és a gáz árát. És vagyunk mi a másik oldalon, elsősorban közép-európaiak, akik nem akarjuk feladni az elért rezsicsökkentés eredményeit. Ez természetesen nonsens. A rezsicsökkentést valójában kezdettől fogva az alacsony világpiaci ár tette lehetővé, anélkül pedig nem is lesz fenntartható. Ezt viszont a választások előtt nem lehetett volna bevallani, hiszen ezzel az Orbán kormányok egyik alapmítosza foszlott volna szét. Minimál béremelés, adómentesség a 25 év alatti fiataloknak, adóvisszatérítés a családosoknak, és 13. havi nyugdíj az időseknek. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. Ezt annyira komolyan vették, hogy a 2022-es kampányban nem csak a lakossági rezsicsökkentést tartották meg, hanem még ki is terjesztették a kisvállalkozásokra. Hogy még egyszer mondom, a rezsicsökkentésről szóló törvény alapján
gyakorlatilag egyfajta alapjogi háttérrel megtámasztottan mutatja be, illetve vázolja föl azt a jogát a magyar embereknek a rezsicsökkentéshez ez a törvény, amely elsősorban a verseny hiányából fakad. Idén január az MBM már körülbelül 30-40 milliárd forintnyi veszteséggel számolt. Elemzők arra figyelmeztettek, hogy ha ez így megy tovább, az államnak nem sokára a költségvetésből kell kisegíteni a céget ahhoz, hogy elkerülhesse a csődöt. Csak hogy eközben a kormány szórta a pénzt a választási győzelem érdekében, adóvisszatérítéssel, rendkívüli nyugdíjemeléssel, az állami alkalmazottak fizetésemelésével próbál további népszerűséget szerezni. 1 millió 900 ezer szülőnek összesen 600 milliárd forintot fizetünk vissza. Ez minden idők legnagyobb családoknak nyújtott adókedvezménye. A választásukra az államadóság és a költségvetési hiány is rekordszinten állt, utóbbi áprilisban már 2300 milliárd forintnál járt, ami az éves tervezett hiány 83%-a volt. Mára az várható és az látható, hogy beavatkozás nélkül a külső egyensúly hiány el fogja érni a GDP 5-6, esetleg 7%-át is. Ez azt jelenti, hogy újra egy eladósodási, nemzetközi eladósodási pályára lép a magyar gazdaság. Vagyis az MBM adósságát akkor kellett volna az államnak átvállalnia, amikor még a saját költségvetését sem tudta egyensúlyban tartani. Nyilvánvaló volt, hogy a rezsicsökkentés ebben a formában fenntarthatatlan lesz. Ennek ellenére a 2022-es választásokon még mindig a Fidesz egyik fő kampányeszköze maradt. Az áremelkedéssel ösztönözni az energiatakarékosságot a baloldal miniszterelnök jelöltje. Márki-Zay Péter korábban többször is arról beszélt, hogy ő ostobaságnak tartja a magyarországi rezsicsökkentést, és már amiatt is sajnálkozott, hogy rendkívül nehéz lesz ezt majd megszüntetni. A baloldal mindig is támadta és elutasította a rezsicsökkentést. Ők a magyar emberek helyett mindig a multik oldalára állnak. Nincs ez másképp most sem, amikor energiaválság és elszabaduló rezsiárak jellemzik Európát. Népszerű magyarázat, hogy az áremelésekre az orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók miatt volt szükség, ez azonban csak részigazság. A háború kitörésekor tényleg felment az energiahordozók ára, de az áremelkedés már a háború előtt elkezdődött. Amikor a háború előtt Orbán Putyinnal találkozott, azt mondta, hogy amíg olcsó orosz gáz kapunk, addig fenntartható a rezsicsökkentés. Ekkor viszont már biztosan lehetett tudni, hogy az orosz gázára egy év alatt ötszörösére emelkedett. Amikor tehát a kormány az olcsó orosz gázra alapozott rezsicsökkentéssel kampányolt, már tudták, hogy az nem is olcsó. Bár februárban Putyin azt mondta, hogy a piaci gázár ötödéért veszi a gáz Magyarország Oroszországtól, ezzel egyszerűen hazudott. Hogyha ez így lenne, akkor nem kellett volna júliusban hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, hiszen most is a 2014-15-ös áron importálnánk a gázt. Az Eurostat adatai alapján valójában negyedével veszünk drágábban orosz gázt, mint az uniós átlag, ami a régióban is az egyik legmagasabb árnak számít. Februárban köbméterenként nagyjából 394 forintos átlagáron érkezett Magyarországra a gáz. A mostani világpiaci ár a folyamatok alapján körülbelül 510 forint lehet. Rezsicsökkentési szint fölött kell Magyarországon fizetni, ez magasabb a német gázárnál is. 750 forint per köbméter. Ez most a legmagasabb. Tehát Berlinben most én 540, mondjuk mindig nehéz átszámolnunk, mert annyit ingadozik az euró, de mondjuk körülbelül valahol 550 forint körül van most a berlini gázár. Szijjártó Péter az RTL híradónak azt mondta, hogy az új rezsirendszerrel továbbra is igyekeznek megvédeni a fogyasztókat, de Magyarország erejéből most ennyire telik csak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy Magyarországon ne kelljen korlátozni az energiafelhasználást, legyen elég energiahordozó, és a lehető legnagyobb mértékben megkíméljük az embereket a világpiaci ármozgásoktól. Ezt ígérjük, és ezt végre is fogjuk hajtani. Az interjúban a külügyminiszter igazat mondott, hiszen a magas államháztartási hiány miatt az állam már nem tudja tovább fizetni az MBM hatalmas veszteségeit. Így azt a fogyasztóknak kell megfizetni. Szijjártó csak az hagyta ki a történetből, hogy mi vezetett idáig.